Ugye a történelemben úgy alakult, a Soha után a vidéki zsidóságot gyakorlatilag teljesen megszűnt létezni. A zsidó közösség jelentős része, majdhogy nem, 90%-a Budapesten él. A magyar társadalom, amit a zsidóságból érzékelést lát, az a vidéki kia zsinagógákon kívül a budapesti zsidó élet. Ahogy említettem, reneszánszát éli Budapesten a zsidó közösségi élet. Ez igaz a kultúrára, a művészetekre, igaz a vallási élet megélésére is. Budapesten egymás sorát érik a zsidó rendezvények. Van Csúlent Fesztivál, van Bárhez Fesztivál, vannak zsidó napok, vannak zsidó kulturális napok, vannak zsidó filmnapok. Azt gondolom, hogy ez a zsidó reneszánsznak az egyik elsődleges jele. Igaz az a vallási életre is. A zsidó közösség tagjai szabadon megélhetik a vallásukat, ez garantálja Magyarország mind a biztonságát, mind a szabad vallásgyakorlást. Összehasonlításképpen más kisebbségekhez, nagyon nem ismerem más kisebbségnek a belső kihívásait, a belső gondjait. Én azt látom és azt tapasztalom, hogy a közéletben nincsenek egyik kisebbséggel kapcsolatban sem kirekesztő szándékok, törekvések, holott tisztában vagyunk vele, hogy nem a zsidó közösség az, aki a legsérülékenyebb, és nem a zsidó közösség az, amelyik helyzete a legrosszabb a Magyarországon. Azt gondolom, hogy addig, amíg vannak politikai pártok, melyek most már egyre kevésbé teszik ezt a zsidó közösséggel kapcsolatban, ellenben a magyarországi roma közösséget még most is politikai véleményformálóktól érik atrocitások, és azt gondolom, hogy a zsidó közösség helyzete Magyarországon mindenképpen példamutatónak mondható a többi kisebbséghez viszonyítva is, de Európa más országához viszonyítva is. I was just trying to explain what is the Jewish Renaissance nowadays in Hungary, in the cultural levels, economic level. There is no Jewish community in the countryside. 90% of the Hungarian Jewish community lives in Budapest. Compared to the other minority, we do not exact data what is the other minorities' problems, challenges, or advantage nowadays, because we do not have close connection with them. But what we see in a public discourse, there is no any intention which try to push down any minorities. Although the Jewish community suffered, not that the Gypsy community suffered the much harassment and verbal attack, mostly in the political parties. I mean, somebody of the political parties. That's what I try to explain.